Nem a tanúrai oktatás segédeszköze az Ambubaba, tavassza mégis ezen gyakoroltak a Nyíregyházi Kölcsei Gimnázium diákjai. A Magyar Vöröskereszt megyei szervezetének munkatársai vitték el hozzájuk képzésük keretében. A program lényege, hogy a társadalmi elsősegélynyújtást és az újraélesztés népszerűsítsék és tanítsák minél szélesebb körben és korosztályban, óvodáskortól az idősebb felnőttekig, iskolákban, munkahelyeken egyaránt. A hétköznapi életben, otthonunkban gyakran lehet szükségünk égési sérülések, sebek ellátására vagy vérzések csillapítására. Sokan azonban nem tudják, hogyan segíthetnének magukon vagy másokon. Pedig nem is gondolnánk gyakran, milyen egyszerű módszerekkel orvosolhatjuk a bajt. Ezekkel sajátításában is segít az ingyenes képzés. Próbáljuk minél egyszerűbben, tehát nem csak a protokoll, tehát a könyvek szerint előírt ellátási módokat, technikákat bemutatni, nyilván ezt is megmutatjuk, hanem minél egyszerűbben, akár egy fakanállal hogyan történhet egy törésrögzítés, vagy akár csak egy, egy egyszerű gyalónak a segítségével, hogyha otthon körülmények között vagyunk, és mondjuk egy törést kell rögzítenünk, vagy akár két kis műanyag villával, történ szigetelőszalaggal történhetnek a rögzítések. Tehát próbáljuk minél egyszerűbben, hogy biztosan megmaradjon a, az érdeklődőnek a fejében ez az ismeret. A Vörös Kereszt munkatársa ez utóbbi módszereket rajtam is megmutatta, és valóban nem tűntek bonyolultnak, így nem kell senkinek sem óckodni a kipróbálásuktól, ha szükség lenne rá. Más a helyzet, ha földön fekvő embert látunk, sokszor fenntartásokkal kezeljük az ilyen eseteket, a tapasztalat azt mutatja, hogy ha rendelkezünk is olyan ismerettel, amelyet tudnánk segíteni a bajba jutottakon, éles helyzetben könnyen esünk pánikba, és kevésbé merünk cselekedni, pedig egy mozdulatlan eszméletlen embernek akár az élete is múlhat rajtunk. Az újraélesztési ismeretek is hamar megkopnak, mivel szerencsére nem használjuk ezeket napi szinten, így időnként nem árt felfrissíteni tudásunkat. Erre is jó a hős képzés, amely segít, hogy a mozdulatok magabiztossá rutinszerűvé váljanak szükség esetén. Az pedig csak akkor tudjuk meg, milyen hasznos ez az alapvető tudás, amikor ténylegesen cselekedni kell. A programot sok helyre hívják, kapnak felkéréseket iskoláktól, különböző rendezvényektől, a hétvégén például a kislétai falu napon találkozhatunk a vörös keresztesekkel, ezt követően pedig a Vidor fesztiválon is felbukkalhatnak a piros köpenyes szuperhősök. Ugye mindenki lehet szuperhős, nagyon kedvelt szlogen ez most, hogy bárkiből lehet szuperhős, tényleg lehet szuperhős valaki akkor, hogyha az élet nagyon egyszerű dolgaiban jártas is tud segítséget nyújtani. Tehát ez a szupererő, amit most mi reklámozunk és mi népszerűsítünk, az első segélynyújtás és az újraélesztésnek a szuperereje, tulajdonképpen egy hétköznapinak mondható tudás, amit az a jó, ha minél szélesebb körben tudunk alkalmazni, minél többen tudunk alkalmazni. Érdemes megjegyezni a szeptember 15-i dátumot, aznap ugyanis az első világnapja alkalmából szintén készül a Vörös Keresztény rendezvénnyel, amelyek kitérnek a segítségnyújtókat érő lelki tényezőkre és azok feldolgozására is. Október 16-a pedig az újraélesztés világnapja, amikor is az egyre több helye megtalálható félautomata defibrillátor használatának elsajátítására helyezik majd a hangsúlyt.